Jó napot kívánok, üdvözlöm nézőinket! A mai 3500-as rekord nagy valószínűséggel heteken belül duplájára nőhet, mondja Raed Arafat. A koronavírus mellett nem tudunk elmenni, beszélnünk kell róla, és ami nagyon fontos, nem szabad bagatellizálni. Éppen azért döntöttünk úgy, hogy kolléganőnkkel, Orbán S. Katalinnal fogunk a mai nap beszélgetni, és pedig arról, hogyan élte meg ezt a vírust, hiszen néhány nappal ezelőtt jött ki a kórházból. Szervusz, Kati! Szervusz, Jutka, üdvözlöm a nézőket is. 2-3 hét után, mondjuk 2 hét, ugye első hét szimptomákkal, második hét kórházban, az az igazság, hogy nehéz volt összekapni magam, de jól esik ismét tévében lenni. Most azt mondják a nézők, hogy hát nagyon jól nézel ki, nem is látszik rajtad, hogy megviselt a betegség. Pedig de... Igen. És nagyon örvendek a felvezető szövegednek, hiszen éppen azért döntöttem én is úgy, hogy igen, beszélni fogok arról, amin mi is átmentünk, mert hogy férjemmel együtt kaptuk el mind a ketten a koronavírust, mind a ketten kórházban voltunk vele, és éppen ezért szeretnék beszélni róla, hogy tudatosítsam, minél többekben tudatosítsam a lehetséges veszélyt. Nem szabad elbagatellizálni. Látjuk a számokat, napról napra nagyobbak a számok. Volt olyan ismerősöm, volt olyan, aki azt mondta, vagy azt kérdezte pontosabban, hogy mi ezért fizetve vagyunk, hogy promováljuk a koronavírust. Igen, mert, hogy Kati, bocsásd meg, ezt muszáj elmondanom, hiszen néhány nappal ezelőtt találkoztam egy amúgy nagyon-nagyon kedves ismerősömmel, aki megállította az utcán, és azt mondta, hogy Juditka drága, kérem, vallja be nekünk, hogy maguk le vannak fizetve, hiszen csak hírességek betegednek meg. Na, sajnos, bármilyen kedves ismerős mondta ezt, sajnos ez nagyon általános. Igen, egy általános jelenségről beszélünk. Mondom, hogy valójában az van, hogy édesanyám hívott fel dühösen, hogy a szülővárosomban az a hír járja, hogy hát mivel újságírók vagyunk, ismert emberek vagyunk, biztosan mi le vagyunk fizetve azért, hogy promováljuk a koronavírust. Szegényként dühös volt, én jót kacagtam rajta. De miután letettem a telefont, az az igazság, hogy én is dühös lettem. Nem egyébért, azért a nagyon sok egészségügyi dolgozóért, akik nap mint nap ebben a, hát szerintem harci állapotban dolgoznak. Amíg a kórházban ültünk, több mint 1 hét, 8 napot voltunk kórházban, gyakorlatilag azt éreztük, hogy a fronton vagyunk. Ezek az emberek tetőtől talpig beöltözve, 2 maszkkal, tehát dupla maszkkal azért, hogy védjék magukat minél jobban. Olykor 4 órákat, 5 órákat, egyszer azt mondta az egyik a nővér, hogy neki a maximum 12 óra volt így beöltözve ebbe a védőfelszerelésbe. Hogy mondjam, ember fölötti körülmények, embert próbáló körülmények, és akkor vannak olyanok, akik elbagatellizálják, vannak olyanok, akik elröhögik ezt a dolgot. Ez a másik dolog, ami engem nagyon zavar. Hogy tudunk poénkodni, hogy tudunk röhögni egy olyan témán, amiben emberek halnak meg? Hiszen látjuk nap mint nap, egyesek azt mondják, hogy nem a koronavírusban, mert más betegségeik vannak, tévedés ne essék. A koronavírus okozza az ember halálát, hiszen az, aki évek óta szívbetegséggel él, évek óta cukorbetegséggel él, 80 éves netán, mert azt mondjuk ugye, hogy csak az öregeket támadja meg, és csak az öregek. Hogy bagatellizálhatunk, hogy mondhatunk ilyet? Annak a 80 éves öregnek, ha nem jön a koronavírus, még lehet 10 gyönyörű éve. Igen. Annak a cukorbetegnek, annak a szívbetegnek lehet 50 éve a földön. Tehát legyünk egy picit abba, nem tudom, szedjük össze magunkat, higgyük el, hogy baj van. Kati, nagyon sokakat érdekel, hogy hogyan jöttetek rá, hogy baj van, és hogyan léptetek utána, hisz itt adódik a legnagyobb probléma, tehát hogyha az emberek érzékelik, hogy baj van, hiába mondjuk el, hiába mondja mindenki, hogy melyek az első lépések, nagyon nehezen tudnak lépni. Illetve hát az az igazság, hogy most már nagyon nehéz telefonon is értesíteni az 112-t, a DSZEPE is nagyon későn jelentkezik.
Igen, sajnos az van, hogy mivel megugrottak a számok az egészségügyi rendszer, ami amúgy is ugye hadilábon áll nálunk, hát eléggé megérzi ezt a dolgot. Nálunk úgy kezdődött, velem kezdődött, hogy egyik nap, előző nap semmi bajom nem volt, reggel úgy keltem föl, mint hogyha valaki ki akarná cibálni az összes húst a szervezetemből, mindenem fájt, ízületi fájdalom, izomfájdalom, remegtem, a csontjaim fájtak, nem tudom elmondani azt a napot, hogy milyen rossz volt. Én magamról tudom évek óta, hogy reumatikus, tehát reumás vagyok, mint olyan, időváltozás volt, gondoltam, hogy hát most akkor ezt is ennek a számlájára írom, lehet, hogy egy ilyen reumás roham jött rám, ami életemben nem volt, de hát egy fene reuma. Másnap, amikor fölkeltem, mert hogy aznap egy az egybe csak ágyba tudtam lenni, másnap, amikor fölkeltem, irtózatosan szédültem. Aztán összesepertem a házat, és egy sepregetéstől leizzadtam, de annyira leizzadtam, hogy tusolnom kellett utána. Nagyon elfáradtam, le kellett dőljek, stb. Írom ugye az ismerősökkel, barátnőkkel, családdal tartom a kapcsolatot, hogy nagyon fáradok, nagyon valami van, és egyeseknek ez volt a reakciója, hogy bizonyára megfáztál, meghűltél, nem kell komolyan venni, nincs pánik, semmi gond, vegyél ezt meg azt, stb. Nem vettem semmit azokban a napokban, gondoltam, hogy úgy elmúlik magától. Aztán harmadik nap, pont azon a napon, amikor én beleszagoltam a tárkonyos ecetembe, és nem éreztem a tárkonyos ecetemnek a szagát, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hoppá, itt most már valami komolyabb dolog van. De még egyszer volt egy olyan barátnőm, amelyik azt mondta, hogy neki minden hűlés azzal jár, hogy elveszíti a szaglását. Mondom, akkor lehet nálam is. Na de aznap este a férjem már úgy jött haza munkából, hogy úgy érzi magát, hogy össze van verve, minden csontja fáj, minden azonnal le kell feküdjön. Aznap éjszaka nem tudom elmondani, és éjszakákon keresztül, hogy mit leizzadtunk, tehát hogy egy kádvizet meg lehet tölteni azzal, amit mi leizzadtunk magunkról. A férjem másnap reggelre be is lázasodott, és akkor azt mondtam, hogy hoppá, félretéve itt a barátnőzés, félretéve itt a család, stb., orvost kell hívni. És a saját tapasztalatomból, saját példámból kiindulva, hadd mondjam el mindenkinek, és hívjon föl mindenkinek a szíves figyelmét arra, nem a barátokra hallgatunk. Nem várjuk meg azt, hogy jöjjön a láz, mert csak lázas állapotban lehetünk covidosok. Nincs így. Mindenkinek más szimptomája van. Nekem például szinte teljesen más szimptomáim voltak, mint a férjemnek. A férjem belázasodott, irtózatos fejfájása volt 3 napig. Neked nem volt lázad, csak a szaglásodat veszítetted. Sem fejfájásom nem volt, sem lázam nem volt. Szaglásomat veszítettem el, én szédültem nagyon például, de hát a szédülést is ugye sok mindennek a számlájára írhatjuk, főleg nőknél, hormonális, stb. Mindenfélét kitalálunk ilyenkor. Nem tudjuk elfogadni azt a tényt, hogy hoppá, velem is megeshet, hoppá, én is beteg lehetek, hoppá, én is koronás lehetek, ugye, megpecsételt koronás lehetek. Tehát itt de a lényeg, hogy igenis vegyük komolyan, és azonnal szóljunk elsősorban a házi orvosunknak. Így ugye? Igaz, így igaz, és ezt kell tudatosítani az emberekben, hogy ilyenkor nincs család, van család, persze evidens szólunk a családnak, de nem arra hallgatunk, hogy ó fiam, picit megfáztál, ne pánikolt túl a dolgot, stb. Ha szimptomát érzünk magunkon, minél hamarabb családorvost hívni, és akkor a családorvos, hogyha azt mondja, hogy tessék még várni 2 napot, de szedje közbe az XY gyógyszert, akkor azt csináljuk, amit a családorvos mond. Kérek mindenkit, nem magunkat gyógyszerezni. Vannak gyógyszerek, most direkt nem mondok gyógyszerneveket, mert az nálunk a tévében ugye reklámnak minősül, de vannak gyógyszerek, amik kifejezetten nem ajánlottak akkor, amikor az ember SARS-CoV-2-s, tehát hogy vigyázni arra, hogy ne magunkat gyógyszerezzük otthon, családorvos, 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 bármilyen szimptomát érzünk magunkon. Kati, nem maradt most már sok időnk, de arra kíváncsi vagyok, hogy ugye 8 napot voltatok bent, azt mondtad, most már otthon vagytok, és holnapra a karantén periódusotok is lejár. Ezek szerint ti átestetek rajta, most már jól vagytok?
Az, hogy jól vagyunk, ez a része most már igaz, annak ellenére, hogy nálam még visszamaradt egy köhögés, tehát hogy egy ilyen száraz köhögés valami, ami azt mondták, hogy még hónapokig tarthat, amíg aztán elmúlik. A férjemnél visszamaradt egy óriási fáradtság, tehát de a férjemet komolyabban érintette, tehát neki a tüdejét érintette konkrétan, 25% a tüdőből megvan támadva, ami nagyon nehezen fog kipucolódni és jön majd helyre, ezt mondták legalábbis az orvosok. És azért mondtam, hogy csak az a része, hogy jobban vagyunk, az igaz abból, amit mondtál, mert hogy szintén az orvosok mondták, hogy ne tessék hátradőlni, mert hogy 3-4 hónapnyi immunitást adhat az, hogy valaki átesett a koronavírus betegségen, ellenben egyre többen vannak olyanok, és egyre több férfi aki van abban a helyzetben, aki visszaesik, igen, ismétlen kapja a vírust, és a második felvonás sokkal veszélyesebb, sokkal durvább tünetekkel jár, tehát nagyon kell vigyázni. Az, aki átesett rajta aszimptomatikusan, így meg új szimptomákkal, stb., ő sem dőlhet hátra. Mondd el nekünk, mi dühít a legjobban ebben a témában, hiszen látom, hogy a szociális háló most már egyre erőteljesebb bejegyzéseid vannak. Nagyon dühös vagyok. Megmondom miért. Elsősorban az egészségügyi dolgozók miatt veszem inkább én föl a kesztyűt. Nagyon el vannak fáradva. Tehát amit mi tapasztaltunk a kórházban, az az volt, hogy az egészségügyi dolgozók, a nővérek a sírás küszöbén vannak. 7 hónapja nap mint nap ebben a, mondom, harci helyzetben kell dolgozniuk. És akkor vannak olyanok, akik megkérdőjelezik ezt a dolgot. Vannak olyanok, akik elbagatelizálják, akik kacagják ezt a dolgot. Nem lehet, lehetetlen, ha nem is a vírus miatt, egyszerűen az egészségügyi dolgozók iránti tiszteletből kérek mindenkit, hogy vegye komolyan és ne bagatelizálja el egyrészt. Másrészt pedig mélységesen föl vagyok háborodva azért is, mert hogy a politikum, ugye mivel politikum, mindenki a saját magának játszik, kihasználja ezt a helyzetet, ugye megtartották a választásokat, most arról beszélünk, hogy decemberben megint választások, és szükségszerű, és kormányalakítás, és stb. Mélységesen fölháborít. Szerintem ebben a helyzetben, amiben vagyunk, egy közegészségügyi helyzet. Most minden, de minden diskurzus arról kellene, hogy szóljon, hogy tudatosítsuk az emberekben azt, hogy baj van, hogy vegyük elejét, nyissunk meg kórházakat, mit lehet tenni, hogy nekünk is legyen olyan gyógyszerünk, ami tényleg gyógyít, stb. A diskurzusnak csak erről szabadna szólnia, nem a választásokról, nem a kormányalakításról, semmiről, ami politika, csak a közegészségügyről. Kati, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jobbulást kívánok nektek. Köszönöm szépen mindenkinek, egészséget. Kedves nézőink, az önök figyelmét is köszönöm. Mi igyekszünk minden nap 16 óra 48 perctől a Telesúly után aktualitással jelentkezni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.